Ünnepélyes szalagátvágással adták át Máté Szalka új bölcsödéjét. A beruházást két vissza nem térítendő támogatás, valamint magyar állami költségvetési forrás fedezte. Ez a bölcsőde egy pályázat útján jött létre, egy RFS pályázat útján. A Széchenyi katolikus, német nemzetiségi és kéttannyelvű, angol kéttannyelvű általános iska és óvoda pályázott, és 603 millió 450 ezer forintot nyert el bölcsőde építésére. A 475 millió forintos Európai Uniós támogatást a kormány az ÁFA összegével 128 millió forinttal egészítette ki. A három csoportszobából álló családbarát, korszerű, energiatakarékos épület jelenleg 30 fővel indul, de 42 gyermek ellátására alkalmas. Fülöp Attila szerint az új bölcsöde átadása nem csak a Máté Szalkaiak számára ünnep. Én azt gondolom, hogy a magyar nemzet sorsa azon múlik, azon függ, hogy megszületnek azok a gyerekek, akik majd a jövőben is fenntartják ezt a nemzetet. Most itt Máté Szalkán örülünk és ünnepünk egy bölcsöde átadót, de minden magyar családnak ünnep az, hogy új lehetőség nyílik itt, új lehetőség nyílik arra, hogy megszülessenek a kívánt gyermekek. Ezek a gyermekek fogják fenntartani a magyar sorsot, a magyar nemzetet, ezért minden egyes bölcsödei átadó annak az ünnepe is, hogy hiszünk a jövőben és hiszünk a magyarságban, hogy a jövőben is fent tud maradni. Szabolcs-Szatmár-Berekben jelenleg 99 településen van bölcsödei ellátás. 10 évvel ezelőtt egy ilyen intézménye volt Máté Szalkának. Hanusi Péter elmondta, kitűzött cél volt, hogy javítsanak ezen a helyzeten. Ha megszületett egy gyermek Máté Szalkán, a gyakorlat az volt, hogy azonnal beiratták a bölcsődébe, hogy 2,5-3 éves korában tudjon jönni bölcsibe. Ehhez képest most ott tartunk, hogy a tavalyi évben átadtunk egy új önkormányzati bölcsődét is, a görög katolikus egyház is átadott egy bölcsődét, és hála Istennek most a római katolikus egyház is csatlakozik ez, tehát ma már összesen 4 bölcsőde van Máté Szalkán. Az energiahatékonyság növelése céljából az épülethez napelemet, levegő, víz, hőszivattyú rendszert terveztek, de az akadálymentesítést is biztosították. Az új bölcsödét az ünnepélyes átadáson Palánki Ferenc megyés püspök áldotta meg. A családról a II. Vatikán zsinat azt mondja, hogy a legkisebb egyház, az ekléziola, az egy család. Ott már megjelenik az egyházi közösség, és a családoknak úgy tudunk segíteni, hogyha igyekszünk terheket levenni a vállukról, a legkisebbekről a bölcsődével, az idősekről pedig a szociális otthonok fenntartásával igyekszünk segíteni. Kon Zsófia államtitkár kiemelte, hogy ma 3,5-szer annyi településen működik bölcsöde, mint 2010-ben. Felhívta a figyelmet arra, hogy újból elérhető a bölcsödei térítési díjtámogatás. Azok a családok, akiknek szeptember 1-én ugye bölcsis a gyermeke, ők tudják ezt igényelni, és ugye itt havonta akár 50 ezer forintos támogatást is tudnak igénybe venni. Arra kell gondolni, ami a bővítés és egy nagyon fontos dolog, hogy most először önkormányzati fenntartású bölcsödék ben is igénybe tudják venni ezt a támogatást. Eddig ilyen nem volt, amikor korábban futott ilyen támogatási program, akkor az önkormányzati fenntartású bölcsödék kiestek ebből a körből. Az egyszülős családok esetében akár 65 ezer forint is járhat. Ennek igénybevételéhez a Magyar Államkincstár weboldalán találhatók meg információk.